Tisztelettel köszöntöm a sajtótájékoztatón megjelenteket, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. A mai sajtótájékoztatónak a témája a népszavazás, illetve ehhez kapcsolódóan az alkotmány módosítási kísérlet elutasítása lenne. Előzményként elmondhatom, hogy az Európai Unió az elmúlt másfél évben képtelen volt megfelelő megoldást találni a már-már népvándorlási méreteket öltő illegális bevándorlás ellen. Ugye egész Európát elárasztották az illegális migránsok. Ezt a választ a magyar kormány igyekezett minden módon megtalálni, különböző Európai Uniós fórumokon, és idehaza is föllépett ez ellen a bevándorlási áradat ellen. Azonban hát sajnos az Európai Uniós politika, illetve a hazai ellenzék ebben a harcban ebben nem volt vevő. A magyar kormány egyedüliként az egész Európai Unióban úgy döntött, hogy megkérdezi a magyar embereket arról, hogy mi a véleményük erről a tömeges bevándorlásról. Október 2-án a magyar embereknek lehetőségük volt erről véleményt nyilvánítani. Nagyon nagy számban, 3.362.000 ember nyilvánította ki a véleményét, és több mint 98%-ban, tehát 100 emberből 98-an határozott nemmel válaszoltak a kötelező betelepítési kvótákra. A 6-os választókerületben, tehát a Gödöllői központú választókerületben nagyon jó volt, nagyon magas volt a részvétel, az országos átlag fölött körülbelül 3%-kal, a megyei átlag fölött is mintegy 5%-kal mentek el a választókerület polgárai, hogy véleményt nyilvánítsanak. A választókerületből 4 településen 50% fölött volt a részvétel, név szerint Hévízgyörkön, Domonyban, Nagytalcsán és Kartalon 50% fölötti volt a részvétel. Kartalon például az egyik szavazókörben közel 62%-os részvételt mértünk, és egyébként pedig az egész választókerületben 92 szavazókörből 22 szavazókörben 50% fölötti részvételt mérhetünk. Tehát valóban nagyon lelkesen és nagyon határozottan nyilvánítottak a választókerületi polgárok véleményt. Én külön szeretném megköszönni a választókerület 17 településén a polgármestereknek és a képviselőtestületeknek, hogy a határozatokat elfogadva jó példával jártak elő, jó példát mutattak a választópolgároknak, hogy hogyan is próbáljuk megkezelni helyben a saját védelmünket, illetve ezt a előállott problémát. Egyedüli kivételként Gödöllőt kell említsem, ahol azt hiszem már köztudott a választókerületben, a gödöllői képviselőtestület és polgármester úr 3 alkalommal is elutasították ennek a kötelező betelepítési kvóta elleni határozatnak az elfogadását. Ennek ellenére Gödöllő, mint település, a gödöllőiek szintén nagyon határozottan kiálltak a kvóta elutasítása mellett. Gödöllőn a 28 szavazókörből, 4 szavazókörben 50% fölötti részvétel volt, és egyébként a gödöllői nemek aránya is az országos és a megyei átlag fölött volt. No, tehát a mi választókerületünk, a közvetlen környezetünk polgárainak a véleménye egyáltalán nem tér el az országos mintától, sőt, mondhatjuk, hogy még erőteljesebb részvétellel nyilvánították ki azt, hogy mit is gondolnak erről a kérdésről. Viszont időközben kiderült, hogy Magyarország polgárai ebben a küzdelemben csak a kormánypártokra számíthatnak, egyetlen ellenzéki párt sem állt a kezdeményezés mögé, illetve a kezdeményezés folyamányaként Magyarország kormány, a miniszterelnök egy alkotmánymódosítási kezdeményezéssel élt. Szerettük volna bebiztosítani és alkotmányos szintre emelni azt az akaratot, ami 3.362.000 ember szavazatában megnyilvánult. Ezt két héttel ezelőtt a népszavazáshoz kapcsolódó alkotmánymódosítás törvényi vitájában, majd az ezt követő szavazáson elutasították az ellenzéki pártok. Tehát megállapíthatjuk, hogy az MSZP, a Jobbik, a DK és az LMP lényegében egy platformra került, egyébként a független képviselőkkel is, tehát egyetlen olyan ellenzéki párt sem adódott a parlamentben, amely képes lett volna felülemelkedni a saját nagyon furcsán értelmezett pártpolitikai érdekein, és az ország érdekét nézte volna ebben a kérdésben.
Azt is megállapíthatjuk, hogy az összes ellenzéki párt közül az MSZP és a Jobbik kifejezetten hazudott, hiszen az MSZP és a Jobbik is azt ígérte korábban, hogy szavazataikkal támogatni fogják, hogyha alkotmányos szintre emelkedne ez a 3.362.000 ember által kinyilvánított vélemény. Azonban a szavazásnál sem az MSZP, sem a Jobbik ezt az ígéretét nem teljesítette. Ez a Jobbik esetében különösen súlyos, hiszen nemzeti pártként deklarálják magukat, és ezzel az alkotmánymódosítási kísérleten az elfoglalt pozíciójuk az lényegében a Gyurcsányékkal, tehát a 2004-ben már nyilvánvaló hazaárulást elkövetett csoporttal helyezte őket egy platformra. Az elbukott alkotmánymódosítási kísérlet azonban nyilvánvalóan nem fogja eltántorítani a kormányt attól, hogy a brüsszeli és a szükséges nemzetközi fórumokon, vagy az erre alkalmas nemzetközi fórumokon érvényt szerezzenek ennek a 3.362.000 nem szavazatnak, tehát ezeket a küzdelmeket a kormány elszánt és meg fogja vívni, a magyar választópolgárok számára pedig ez az elbukott alkotmánymódosítási kísérlet, ez mindenképpen nagy tanulság, és arról szól, hogy csak a kormányra, kormánypártokra számíthatnak akkor, amikor az ország biztonságáról van szó, hiszen megmutatkozott, hogy van egy felelős kormány, van egy felelős kormánykoalíció, és jó néhány felelőtlen ellenzéki párt a Magyarország ülésben. Köszönöm szépen a figyelmüket!